Szeretettel köszöntöm Önöket a készülékek előtt, és itt a stúdióban is. Ez a Ridikül, napi női talk show az M1-en minden hétköznap, de nem csak nőknek. Mai témánk tehetségesek és testvérek. Mai beszélgető társaink Bagdi Emőke, emeritus egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, ikergyermekei vannak, Zsolt és Noémi, ők már felnőttek. Úgy gondolja, a környezetünk befolyásolja a legjobban, hogy egy tehetség mennyire tud kibontakozni. Verrasztó Evelyn, Európa-bajnok úszó. Miközben a Jövő SC Veolia úszója, a testnevelési egyetem másodéves hallgatója sportszervező szakon. Bátyja 11 hónappal idősebb nála. Nagyon jó testvéreknek tartja magukat Dáviddal, amiről csak azért nem szoktak beszélni, mert annyira természetesnek tartja ezt az állapotot. Király Linda énekesnő. Hárman vannak testvérek. Linda az első szülött, de úgy érzi, mintha hármas ikrek lennének ikeröccseivel, Benjaminnal és Viktorral, akik egy év, egy hónap és egy nappal fiatalabbak Lindánál. Gyerekkorukban Amerikában éltek. A műsorvezető pedig Jakubcsek Gabriella, akinek nincs testvére, de tehetséges. Hölgyeim, én elhallgatok, a szó az önöké. Jó napot kívánok, egy nehéz kérdésről fogunk ma beszélgetni. Ugye a legújabb kutatások szerint azt mondják, bár valószínűleg a régi kutatások is ezt állítanák, hogy kb. 20% az, amit a génjeinkben hordozunk a tehetségből, és a többi 80%-ért a környezet a felelős. A neveltetés, és természetesen az, hogy hogyan kezeljük a tehetséges gyerekeket. Bonyolódhat ez a helyzet, hogyha mondjuk egy családban több tehetség is van, sőt, bonyolódhat még úgy a helyzet, hogyha egy családban több testvér van, de csak egy tehetséges. Mindegyik elég bonyolult helyzet. Nézzük, hogy mit nevezünk tehetségnek, Emőke. Tehát kérem szépen, magyarázza meg nekem, hogy egy szülő, amikor látja a gyerekét, azért mit nézzen? Az átlagtól eltér a gyerek, észreveszünk, hogy valamiben különösen ügyes, eltér, többet tud, jobban csinálja, ügyesebb, okosabb, mint a többiek. De és minden szülő ezt látja a gyerekében. Ez nem egészen így van, nem. Mert nem csak a szülő veszi észre, hanem ráerősít az óvónő is. Például már az óvodában kitűnik esetleg, hogy a gyerek muzikálisabb, vagy például jobb a hallással szemben énekel, és így tovább. Vagy akár már például a kisgyerekrajzokban is, na kitűnik, milyen ügyes a vonalvezetése. Nem csak a szülő veszi észre, észreveszi ezt a környezet több oldalról. És akkor jelzik, az óvónő is jelzi, hogy úgy látszik, hogy ebben van valami, van talentuma a gyereknek, aha, így szoktuk mondani. Ez az az adottság, amit kap, ami ajándék, és hát azt mondom Maxwell-lel együtt, hogy valóban úgy van, a tudomány ezt állítja, az adottság, amit hozunk, az a tehetség mag. Ez ugyanolyan, mint egy növénynél, hogy különleges esetleg. De kell a környezet. Úgy, hogy egy növénynek kell a napsugár, meg a meleg, meg mindenféle, ugyanúgy kell a tehetségnek is, hogy ki tudjon bontakozni. Nagyon, nagyon fontos. Ti emlékeztek arra, hogy mondjuk egész pici korotokban, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek vissza, vagy nyilván a szüleitek elmondásából már tudjátok, de mikor mondták nektek azt, hogy ebbe vagy abba tehetségesek vagytok? Lehet, hogy nem is abba, amit most csináltok. Hú, hát igazából én, nekem az első emlék, amikor lementem az úszodába, és egyből jól ment az egész, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy valamennyit örököltem ugye az úszó szüleimtől, de nem nagyon dicsérgetnek, hogy tehetséges vagyok. Ügyes gyerek voltam elég sok mindenben, a tesómnak inkább nehezebb dolga volt, mert neki sok mindent meg kellett tanulni, hát én jobban jártam. Na de várjál, hány éves voltam, amikor össze levittek az úszodába? Nem emlékszem rá. Az első olyanra emlékszem, hogy ugye versenyszerűen elkezdtem úszni, az 96-ban volt. Na, számoljunk. Tehát akkor 7 éves voltam. 7-es? Igen. Aha, na de akkor már úsztál? Akkor már anyukám megtanított úszni, de direkt nem akarták, hogy előbb kezdjünk versenyezni, meg nem is nagyon van korosztály. 7 éves korunkba kerültünk le, akkor még ugye Szécsi Tamás bácsihoz, és egyből ilyen felmérőket úszhatott velünk, úgyhogy vicces volt. Aha, Linda, nálam, mi volt az hát, első élmény? Én nem emlékszem erre, de az anyukám mesélte, hogy eredetileg Csángó népdal énekesnő volt, és még a kis ülésben hátul a kocsiban elvileg valamilyen nehezebb hajlítás, vagy nem tudom mit énekelt, és én ezt valahogy visszaénekeltem. És akkor az anyukám azt mondta, hogy akkor ebbe talán lesz valami. Az érdekes, az. Igen. Ez de, például tényleg érdekes. Igen, igen, ez egy érdekes, én mondom, nem emlékszem, és akkor onnantól kezdve még az iskolába vették észre, tehát az iskolai kórusban, ahol elkezdtem énekelni, azt mondták, hogy többet kéne foglalkozni ezzel. Na most akkor hány éves voltál? Amikor az iskolai kurs, körülbelül? Hát itt már szerintem olyan 9-10 éves körül 9-10? Lehettem, amikor már mondták, hogy
Van olyan életkor, amire úgy lehet mondani, hogy akkor már egy gyereknél felmérhető, hogy tehetséges-e? Hát különböző tehetségterületeken különféle időpontban bújik elő, mutatkozik meg a tehetség. A zenei az valóban korábban, uh-huh. és ahogy bekerül a gyerek az iskolába, például a számolási tehetség is elég korán megnyilvánul. Egyébként meg tényleg úgy van, hogy mint ahogy ezt hallottuk is, hogy előbb vagy utóbb észreveszik, akkor is, hogyha esetleg mondjuk az óvodába nem vették észre, vagy a szülők nem helyeztek nagy hangsúlyt, de például az iskolában feltétlenül észreveszik. Nem bújhat el egy tehetség ez a tapasztalat. De ha nem veszik észre, még arról ne is beszéljünk, hogy időben, mert mi az idő? Tehát azért ezt tegyük, mi az idő, ami nem behozható. De mondjuk az óvodába, ha mondjuk korán észreveszik, én azért azt gondolom, hogy sok jól rajzoló gyerek van. Tehát mindig, amikor én azt hallom, hogy jaj, milyen ügyes ez a kislányok, azt mondom, hogy köszönöm, meg még van 15. Tehát azért legyünk objektívek, ugye? A másik 15 az nem olyan nagyon jól rajzol, de abból a 15-ből még nem biztos, hogy az tehetséges lesz. Tehát hogy szűkül a kör egy tehetséges gyerek körül úgy, hogy azzal tényleg külön kelljen foglalkozni? Az esetek nagy többségében, de hát ez nem törvényszerű, csak eléggé statisztikailag így bizonyítják, az a gyerek, aki igazán valamilyen talentumot hoz, nagyon elkezd érdeklődni is az iránt, a terület iránt. Például rajzolgat, elmélyülten rajzolgat, ha énekel, szívesen énekel, itt-ott, mindegy neki, hogy hol, de hallatja a hangját. És így valahogy az érdeklődés révén is van egy motiváció. A tehetség és a motiváció együtt tulajdonképpen a két hatalom az, ami tovább viszi a tehetséget és a kibontakozás útjára viszi. Az adottság benne van, ha az érdeklődés ezt szolgálja, ha a motiváció, ugye, hogy lendület, hogy szívesen csinálom, szorgalmassá teszi az illetőt, akkor lényegében rátér arra az útra, hogy ráerősítsen a tehetségére. De lehet olyan, hogy... Lehet olyan, hogy valaki tehetséges, de nem motivált? Igen. Nem szorgalmas, mert ez még egy másik dolog, hogy még ráadásul a tehetséghez társul a szorgalom, de hogy nem motivált. Igen, a saját vizsgálataink is, amit az elmúlt évben 15-16 éves 100 tehetséges, már kiemelkedően tehetséges fiatallal végeztünk, megnéztük, hogy mik azok a hátráltató tényezők, amelyek már kétségtelenül, ugye ezek a fiatal tehetségek már megmutatták az oroszlán körmüket 15-16 évesek, de mégis van olyan, aki ígéretesebb, mint a másik. És miáltal? Hogy motivált, hogy szereti, hogy valósággal szerelmes abba, amit csinál, és hogy azért mindig szívesen csinálja, és van olyan, aki viszont ugye 15-16 éves most éppen már azon gondolkodik, mivé legyek, ha nagy leszek idézőjelben, vagyis milyen pályát választok, és például elmondja, hogy hát jobban vonza az a pálya, ahol majd sok pénzt keres, és ezért az a tehetségvonal, ami kétségkívül meg van, már versenyeket nyer, az nem tudja annyira fűteni őt. Aha. Hát az talán nem. És aki így letesz a saját tehetségének a gondozásáról, az egy kicsit veszélyes helyzetbe kerül. Itt van a tehetséggondozásnak óriási feladata, hogy valóban megerősítést kapjon az, aki már megkapta ezt az Isten áldotta talentumot, hogy ez akkor hadd ragyogjon tovább, és hadd vigye tovább őt. Én azt gondolom, hogy te biztos szívesen énekeltél gyerekkorodban, mert ez egy ilyen, abban már nem vagyok biztos, hogy az Evelyn hajnali 5-kor szívesen ment le az uszodába, bár az is elképzelhető, de tényleg ehhez hogy álltatok? Tehát tényleg azt csináltátok szívesen, amiben tehetségesek voltatok? Hát nálam, igen, végül is. Én valamilyen szinten belemenekültem a zenébe, meg az éneklésbe. A szörnyű gyerekkorodból? Vagy miből menekültél? Botrányosan szörnyű. Én nehezen tudtam kibontakozni, nehezebben barátkoztam még akkor, és valami miatt nekem a zene volt az, ami így összekapcsolt több gyerekkel meg. Aha. Tehát akkor éreztem igazán jól magam, vagyis önmagam. Tehát azért ez egy nagyon fontos előrelépés volt nekem. A szülők akkor még nem akarták, hogy zenével foglalkozzunk. Otthon nálatok mennyire volt zenehallgatás? Tehát azt mondod, hogy a mamád énekel, de hogy mennyire volt a hétköznapok része, hogy állandóan szóljon a zene? A zene az mindig része volt az életünknek, de attól függetlenül a szülők azt akarták, hogy valami stabil egzisztenciánk legyen, tehát orvos, ügyvéd vagy bármi. Rája, persze. Persze, de valamilyen szinten azért az bennünk maradt, tehát az a minden nap zenehallgatás, tehát amikor a kocsiba mentünk iskola felé, akkor is volt a zenehallgatás, de ez egy nagyon-nagyon jó példa, hogy a tehetség az csak
egy alap. Tehát azzal, amivel születünk, az egy alap, és azzal amellett ki kell tartani, tehát gyakorolni kell, szorgalmasnak kell lenni, és egyébként a párom a legnagyobb példájáról, tehát ő egy eszméletlen rajzművész, de viszont az a szorgalom, ami mellette van, annak köszönheti a sikereit, és ő azt mondja, hogy hogy maga ez a szorgalom, ez egy külön tehetség. Az biztos. És szerintem is a szorgalom az nagyon. Eveli, az, hogy valaki jó mozgású gyerek, sikerélményei vannak, könnyen jönnek a dolgok, abból is van még sok. Tehát abból is szűrni kell, ugye? Rengeteg gyerek sportol, rengeteg gyerek ügyes. És akkor egyszer csak mikor jöttél arra rá, hogy tulajdonképpen ez neked nem is olyan nagy áldozat? Vagy pedig a szüleid itt már beléptek, hogy na azért ez a hajnali úszoda, én nem tudom elképzelni, hogy azt van gyerek, aki szereti. Hát nem mindig könnyű felkelni reggel 5-kor, ez igaz, de például a legelején, amikor azt mondták, hogy először mehetek reggel edzésre, akkor mondták, hogy heti 2-szer kell lemennem, és én a testemben 3-szor jártam. Tehát az elején nagyon-nagyon élveztük ezt az egész dolgot. Én sose éreztem plusztárnak, hogy le kell mennem az úszodába, mert szerettem, de persze a szüleim az legelején nem akarták, hogy úszó legyek, mert ugye ők végigmentek ezen az úton mind a ketten, és hát nem egyszerű. Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van, és leginkább akkor esnek ki ebből a körből, amikor jön az első nehéz pont. Tehát amikor egy évig ugyanannyit úszol, hiába edzel jobban, vagy a másik megver, mert ő megnőtte, még nem, és ezt az időt kell átvészelni, és ez csak azzal lehet, hogy egyrészt bírni kell a monotonitás, másrészt a szorgalom, amiről eddig is beszéltem. Na de a kudarctűrés az még egy külön történet, mert az még egy külön dolog, hogy mondjuk amikor először megvernek, mert ugye nálad ez hamarabb kiderül mondjuk mind az énekesi pályán, egy versenyhelyzet, ott akkor kilendíti tovább a tehetséget. Tehát ott már a környezet felelőssége, nem? Hogy tovább tud-e billenteni, hogy ne drámaként éld meg. Az is, meg én úgy gondolom, hogy a saját magad belső motivációja. Igen. Tehát nekem van egy... Na ez is azt mondom, ez vagy van, vagy nincs. Igen. Hát ezt nem tudom beléd rakni, hogy az anya gyerekében, nem? Ezek hozott anyagból dolgozunk. De ez elég furcsa, mert ugye nagyon sokan nem merik kimondani azt, hogy azért akarnak úszók lenni, hogy olimpiai bajnokok legyen. Hát hogy nem merik. Én ezért úsztok. Én erre azt mondom, hogy én 7 éves koromtól erre készülök. Hát persze. Tehát ez nálam annyira egyértelmű volt, hogy én el akarom érni ezt. Hogy egyszer ott akarsz állni. Igen. Azt akarod, hogy neked szóljon a himnusz. De most valami nagyon fontos hangzott el. Ez annyira nagyon fontos, amit most mondtál, mert valóban a magát valóra váltó tehetséget a lelankadótól azt különbözteti meg, hogy már elég korán kitűzi azt a magas célt, és hogy megy, megteszi, minden akadályt leküzdve, csinálja, és ha közben dolgok nem sikerülnek, akkor is összeszedi magát, és tovább megy. Mert azért minden tehetségben benne van a perfekcionista igény, és ez nagyon nehézé teszi az életet. Ha a maximalizmus, így van. Ha én a tehetségre gondolok, azt mondom, áldás és átok, bocsánat, hogy ezt mondom, mert hogy az a korbács, ami benne van minden tehetségesben, hogy még előbbre jutni, még magasabbra, igen, az nagyon hatalmas erő, viszont ez az, ami előre visz, és ami aztán elvisz egész az olimpiai bajnokságig is akár. Találgatjuk, hogy mi az, amivel születünk, és mi az, ami nevelhető. De ezzel például születnek a tehetséges gyerekek? Tehát ezzel a nagy akarással? Igen. Nem, azt hiszem, hogy ez az, amiben aztán a környezetnek olyan döntő szerepe van, hogy felneveli, mint a palántát fölneveljük valóban, ráerősít kritikus pontokon. Tehát mikor a gyerek lankad, akkor a szülő nevezi meg azt a célt, vagy mondja azt, hogy lesz belőled valaki, tudom, bízom benned. És van itt egy kulcsszó, ez a bizalom. Ha ezt a szülők és pedagógusok mind igazán komolyan vennék, hogyha én bízom a másikban, akkor az valóban szárnyakat kap ettől. Tehát, hogy tudom, meg fogod tudni csinálni, mikor nem sikerül valami, akkor nagyon elkeseredik, persze mindenki a nagyon tehetséges, meg aztán nagyon el tud keseredni, és amikor már éppen feladne, de a szülő azt mondja, de hát tudom, hogy tehetséges vagy, hát tudom, hogy neked ez menni fog. Ez az a, hogy úgy mondjam, erőpatron, amit kapunk ilyenkor, vagy amit kap a tehetséges ilyenkor, majd megerősítenek a lányok, hogy ez vajon így van-e? Ez a dolga egy szülőnek egyébként. Igen, igen. Ez a dolga, konkrétan ez a dolga, hogy alá tegye a gyerekének ezt a bizonyos emelést. Nézzük a másik helyzetet, amikor testvéreitekről is kiderül, hogy tehetséges. Vagy
még nem derül ki, hogy tehetséges, de rólad már kiderült. Hát ugye ti nagyon, iszonyú kicsikor különbség van köztetek és a testvéreitek között, tehát tényleg, mintha ikrek lennétek, nem is értem. Tehát az valami elképesztő kicsi. Tehát el tudom azt képzelni, hogy mondjuk, amíg bíbelődtek a fiúkkal otthon a szülők, addig te már, rólad már valami kiderülhetett, nem? Olyan 3-4 évesen. Hát igen, én elég fiatalon tudtam már, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagyis legalábbis éreztem azt, hogy milyen irányba kell mennem. De ezt emlékszel, hogy megfogalmaztad otthon? Vagy emlékszel arra, hogy valamilyen megnyilvánulásod nem, volt? Nem amiben... mondom így, hogy megfogalmaztam, hanem egyszerűen tehát én érzés után mentem. Tehát éreztem azt, hogy amikor ezt csinálom, akkor jót nyújtok, mások boldogak, én is jól érzem magam, akkor éreztem, akkor lehet, hogy ez lesz az, ami az az igazi, de én attól függetlenül én tudtam már az öcseimről, hogy ők nagyon tehetségesek. Na de csak... azt, amikor te észrevetted gyerekként én az öcseim? Én mondtam a leghangosabban, hogy gyerünk, Viktor, gyerünk, mert éreztem, meg hallottam, hogy mi van ott, csak ugye fiúk későn érő típus volt. És te hány éves korodban érezted, vagy körülbelül hány évesek lehettetek, amikor te láttál a fiúkon ilyesmit, hogy azért ott ízizeg valami? Hát én szerintem, amikor a fiúk már 13-4 évesek voltak, és elkezdtek zenélgetni itt-ott, akkor már hallottam, hogy itt mi. Meg amikor otthon énekelgetett a Viktor meg a Ben, akkor hallottam, hogy miről van szó. Tehát ez nem volt kérdés. És te vetted észre, vagy a szüleid vették előbb? Én. Te? Én. És te mondtad a szüleidnek, hogy... Meg én mondtam a szülőknek, hogy figyeljetek oda, mert Viktor az rejteget dolgokat. Igen? Persze. Fantasztikusak vagytok. Igen. Mennyire volt fontos az, hogy és azt az emőkét is kérdezem, hogy az iskolai évek, amiben már kiderül, hogy valaki valamiben tehetséges, de mondjuk átlagos gyerekek közé jár. Ez egy nehéz ügy. Ahol azt lehet tudni, hogy te már valamit egészen máshogy csinálsz, mint a többiek, akik délután még esetleg csak dobálgatnak a kosárpályán. Az egész biztos. Hogy kezeli? Ugye a tehetségnek ez a fénye, amivel persze észreveszi a többi gyerek is, és így is viszonyul hozzá, a tehetséges kilóg a sorból. És ezért van, úgy is mondja a szakma, hogy elsődleges pozitív deviancia, mert tényleg eltérő, más, mint a többiek, és ezért a viszonyulás megváltozik az ilyen gyerekekhez, akik kiemelkednek, tehetségesek, és van egy bizonyos veszély az elmagányosodásnak. Aztán nem beszélve arról, hogyha elkezdődik ez a feszes életprogram, hogy a napból több órát is, akár 4-6 órát is a tehetség gondozásával, kifejlesztésével tölteni, ez az a másodlagos defianciának nevezett dolog, ami nagyon nehézé teszi, akár a felnövekedésben is, a kortárs csoporttal való találkozásokat. Hát mind úgy serdülünk ki, hogy ellessük a kortársainktól, hogy milyen helyzetben, hogy viselkedünk, mit, hogy szokás, és hogyha valaki ettől meg van fosztva, vagy csak egy szűk társaságra van utalva, ahol a saját tehetségét műveli, akkor azért korlátozva van, olyanoktól megfosztva, mint ami másnak jár. És ezért is különös jelentősége van annak, hogy álljon mellette a támogató környezet, a szülők bátorítása, és hogy a kortárs csoporton belül mégis azok, akik például úsznak, például énekelnek, egy olyan közösséget tudjanak alkotni, és ezt ki is kell művelni, mert egyébként meg visszahúzódó, meg nincs is ideje rá, hát a napját már teljesen megeszi a rengeteg feladat, de hogy gondoskodni, hogy legyen olyan közösség. Most mi például csak 20 órás olyan foglalkozásokat csináltunk, ahol kortársak, tehetséges kortársak együtt voltak, de legkülönbözőbb tehetségágokból. És egészen lelkesek voltak a fiatalok. Miért? Mert ugye ők szót értenek egymással, persze, nagyon jól, ismerik ezt a fegyelmezett életet, igen, tehát nekik ez már nem újdonság, amivel egymást traktálják, hogy hogy telik egy nap, és igen, e fölött aztán tudnak igazán egymásnak nagyon komoly érzelmi segítséget is adni. Ez fantasztikus. Férfi vendéget hívtam. Nem is egyet. Kettőt. Aki nagyon tehetséges. Lépjen be a hölgyek közé két férfi. Berrasztó Dávid, magyar ifjúsági felnőtt bajnok, a 2013-as dubái rövidpályás világkupa első helyezettje, 400 méter vegyesen, aki húgával együtt nagyon jó testvérpárnak tartja magukat. Egész életüket meghatározta az úszás, a közös edzések, a közös edzőtáborok, a versenyek, az utazás. És Király Viktor, az egyik tehetségkutató verseny negyedik szériájának győztese, a 2008-as év hangja, aki szintén nagyon szoros kapcsolatban van testvéreivel, bár állítása szerint ez nem volt mindig így. Fogadják őket szeretettel! Szia Viktor, szia!
Na hát itt az összes tehetség, íme, tessék a testvérek. Na milyen testvérek vagytok? Tessék először ti. Majdnem ikrek vagytok, ugye ez mindenhol elmondható. Mennyire vagytok ti szimbiózisba az Evelinnel? Na? Nem mindig vagyunk szimbiózisban. Nem? Mi a harc? Mi a barátság és mi a harc? Miben szoktatok? Harc az mindig van. Mindig van? Nagyon sokszor összeveszünk, de ilyen tartós, nincs, rossz kapcsolat nincs. Az nincsen. Min szoktatok összeveszni? Bármin. Bármin. Általában ilyen kis apróságokon, és akkor én elég ilyen hirtelen ember vagyok, úgyhogy tudok hisztériázni egy sort, hogyha valami nem tetszik, és akkor hát ő rákontrázik, de mindig kibékülünk, tehát én azt gondolom, hogy jó testvérek vagyunk, és mindent tudunk egymásról, és jó, hogyha közelemben van. De édesek vagytok. Azért nálatok furcsább a helyzet, mert én valahogy azt gondolnám, hogy ti fiúk voltatok jobban együtt, nem? A tesóddal. Igen, ez szerintem nem? Ezért is volt ez a nagy korkülönbség így a, úgymond a tehetségben is. A felismerésben, hogy a Lindát hamarabb észrevett. Igen, mert hogy ő mindig nem negatív szempontjában, de ő mindig egy kicsit egyedül volt a... Hát, minden szempontból. Minden szempontból a testvériségben, mert ugye nekem egy IKEA testvérem hát, van. Hát ez egy olyan szövetség, amiben nem lehet beleszólni, hát az ott nincs mese. Ezáltal mi minden nap együtt voltunk, mindent együtt csináltunk, és a Linda meg... Hát meg ő magával foglalkozott. Magányosan csináltam a kis zenémet. Na de várj, még az is érdekes, hogy és kettőtök között... A tesóddal hogy derült ki, hogy ki az, aki jobban vonzódik a zenéhez, ki az, akinek ez az élete lesz, ki az, aki ebben akár azt kell, hogy mondjam, hogy tehetségesebb. Nagyon későn derült ki. Mind a ketten a testvéremmel el voltunk foglalva minden mással, mind a ketten úsztunk is szintén, szóval sporttal foglalkoztunk a suli mellett, minden sport. Deszkáztunk, körkoriztunk, haverkodtunk, hülyeskedtünk. Nem foglalkoztunk igazából semmivel. De ilyen tipikus gyerekek voltunk, de... De amikor ide költöztünk, amikor elkezdtünk úgy zenélgetni hobbi szinten, a tesóm felvette egy gitárt, ritmusgitározott, én meg doboltam nyilvánvalóan az apunak az árnyékában, így a hatására akartam dobolni, és ilyen nagyon hobbi szinten csináltuk. Igazából ezt bátran mondhatom, hogy amikor ide költöztünk Magyarországra, az után jóval is. Jó, de én tudtam, hogy neked énekelned kell. Hát én egy ilyen Phil Collins típus voltam szóval. Én úgy doboltam aztán egyszer, csak de... valaki mondta nekem, hogy jobban éneklek, mint dobolok. Jó, de az az érdekesség, hogy volt értelme, tehát megmaradt a hatása, tehát volt annak értelme, hogy te dobolással kezdted, mert ő azóta zseniális zeneszerző, meg tehát ő csinálja az összes zenét, tehát a mostani zenét is. Tehát inkább igen, az a lényeg, hogy nem énekléssel kezdtem előbb. Először versek voltak, és aztán ezekből dalok születtek, és inkább így kezdtem. Szóval te messzebbről indultál. Figyelj ide, Dávid, látok, ez hogy volt, hogy ugye az Evelin beugrott a vízbe, az megnyerte a versenyt. Te ezt láttad. Érted? Tehát volt 3 év, és hogy te hogy élted meg, hogy beugrik, azt nyer? Hát amikor jobb időt úszott, mint én, akkor az... Akkor azért, tehát akkor, na figyeljetek őszintén, tehát akkor azért a legjobb testvérben is van valami szorítás? Ha nem, akkor én nem szerintem még amikor kisebb voltam, nem vettem annyira komolyan ezt a dolgot. Nem voltam a legjobb gyerek szerintem, úgyhogy... Aztán amikor telt az idő, mondjuk már ilyen ifi korunkban, az a 17-18 éves korunkban, és akkor nekem is voltak jó eredményeim. De te érezted magadról, hogy tehetséges vagy? Én ezt sosem mondtam magamról, nem is érzem ezt magamban, azt mondom, hogy sokat dolgozom, pont annyit tudok, amennyiért megdolgozom. Ezt annyira szeretem, hogy... Hogy soha nem gondoltad, hogy többet tudsz, mint amiért megdolgozol, mert az ember ezt gondolja, de, nem? Van ilyen, de most... Jó, én hát mondjuk most vagy. Is a VB-n úgy gondoltam, hogy kicsit vannak ilyen lelki dolgok, amiket nem tudtam még átlépni, de régebben is volt ilyen. Mondjuk amikor EB-n úsztam először, akkor ott is rosszabbat úsztam, mint amit tudtam. Azt na, is... ez például, bocsánat, akkor erről beszéljünk, mert ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk a tehetség, egyrésztről a lányok vagy a fiúk között van-e nemi különbség a tehetség számban? Tehát a nők tehetségesebbek vagy a férfiak, nem lenne jó, ha lenne egy ilyen szám, de hát ha van. Tehetség területe válogatja, és hogy nem. Összességében. És hogy ha már itt tartunk, kiviszi pszichésen, kinek könnyebb, melyik nemnek könnyebb?
A versenyhelyzet, a szorongás elviselése, az ezzel járó összes... Egyképpen nehéz. Azt mondom, igen, egyképpen nehéz férfinek és nőnek, fiúnak és lánynak, csak sajátosan máshogy éli át a nő, mert érzelmi agyi dominanciával rendelkezik, és ezért a megélése a dolgoknak valami olyan elementáris és mély, felforgató és kínzó, amit egy férfi nem ugyanígy él át, a férfi fázis számára, tehát másképp éli át. Igen, biztos. Ez a tapasztalat, vagy a vizsgálatok ezt igazolják, a férfi számára viszont az, hogy a világ szemében milyen az elismertsége, ez a férfi lényegéhez tartozik, hogy megmutatja az erejét, és a világ elismeri őt, és ez az elismerés az, ami nagyon-nagyon szükséges, és ezért sokkal inkább érinti magát az identitást, tehát azt az erőt, hogy ki vagyok én a világban, hogy az olyan, hogy szinte kicsit összeroppantja, amikor valami nem sikerül. Aha. A lánynál szélsőségek vannak az átélésben, de aztán valahogy jobban helyre tud rendeződni. Így van, a fiúnál nagyon-nagyon fontos volna, hogy nagyon fontos volna a fiúnál, hogy megkapja azt a segítséget lelkileg, hogy valahogy helyére tudja tenni, hogy valami nem sikerült, akkor a következőben már neki tudjon menni teljes lelki bátorsággal. Na, és akkor ilyenkor ki segít, bocsánat, nálatok például család, nyilván van szakpszichológus is, de fiúk, nálatok ki segít ilyenkor? Én járok pszichológus, nyilván, az kell is. Nagyon jó. Úgyhogy... De otthon a szülők közül? Persze segítenek, de... Belemennek a lelkizésbe? Azért nem tudnak, mert ők is úsztak, és azért szerintem vannak olyan dolgok, amiket ők nem úgy látnak, ahogy kéne, mert elfogultak. Nyilván ennek az éremnek is két oldala van, ugye, hogy úsztak, egyik oldalon nagyon jó, mert egy csomó mindent tudnak, de amikor megjönnek a saját gondolatok, akkor nem mindig értenek egyet. Hogy néha nehéz. Bocsánat, hadd mondjam, azt a szülők nem tudnak igazán segíteni ebben a helyzetben, le is beszéljük általában őket, hogy ők próbáljanak Köszönjük segíteni. Szépen, igen. Bocsánat, de valóban. Hát ráadásul, hogy ugyanabban a szakmában van mind a két pár tehetséges párnál a szülő is, nálunk hát ez még nehezebb. Más a helyzet egyébként nálunk, ami, vagy hát abban hasonló nagyon a helyzet, hogy nálunk a szülők a szintén zenészek. De mi egy olyan kapcsolatot alakítottunk ki az évek során, hogy nagyon függünk egymástól. Szóval egymás Aha. véleményét, nagyon Fontos. Szeretjük ezt a helyzetet. Szóval az igazán szoros kapcsolat az így közöttünk van. Bármikor van probléma, én legalábbis azt vettem észre, hogy mindenki szól mindent, mindenki próbál mindenki segíteni, beleszól. Mindenki beleszól. Ez vagy jó, ha vagy kell, rossz, ha nem. De, kell, ha nem. De általában ennek jó vége szokott lenni, és így tudunk segíteni egymásnak. Igen. De most ugye ti azonos szakmában vagytok tehetségesek, a más szakma az egy nehéz ügy, ugye, mert ott nehéz beleszólni. De az még egy fontos dolog, hogy még nemetek is ugye ellenkező, és testvérként is azonosan ugyanazt csináljátok. Ott például a szülők, a mamád hozzád szól inkább többet, vagy a hozzád a papád, vagy Hozzam nálatok a papád, vagy a mamád? Hogy vagytok ti így érzelmileg bekötve? Hullámzó. Hullámzó? De mely helyzetekben a papa, mely helyzetekben a mama? Hát szerintem váltogatják egymást. Ők beosztották ezt szerintem? Igen. Most kiszúrnak egy hónapra, akkor én vagyok a soros, aztán ő. Igen? De ez nem tudom, hogy jön náluk, nem, biztos nem beszélték meg, de... De érzitek, hogy van valami váltás? Hát egyértelmű. Igen? Sajnos. Nálatok ez hogy van? Szintén ugyanaz. Ugyanaz. Hát azért a Linda azt mondta, hogy te a mama. Hát én jobban hasítok. Igen, én meg apám vagyok. Aha. De mindenki segít mindenben. Annyiban ugye különb a helyzet, hogy nálunk az apukánk, az a menedzserünk is közben. Hát persze, szóval a munkatársunk. Még nehezíti a dolgot. Hát hogyne? Illetve... Hát meg az anyu is, hát az anyu is rengeteget segít nekünk az imidzsileg. Szóval ez így egy ilyen, én mindig azzal szoktam viccelni, hogy mi egy ilyen kis kiadó vagyunk, milyen kis, egy ilyen cég vagyunk így egyben, ez a család. Igen, szóval hát nekünk ez így, nekem nagyon jól működik, én nagyon szeretem ezt a helyzetet. Más lehet, hogy panaszkodna, én csak a pozitív oldalokat látom ebben. De ez is milyen érdekes, mert ebből aztán valaki ki akarna szállni, mert miért akarna egyébként, de ebből nincs kiszállás, tehát tudod.
mondod. A szülőnek az érzelmi támasz szerepe óriási nagy, és ez valóban igazi segítség, inkább csak a mélyebb pszichológiai gyűrődéseket. Nem tudja azért megoldani, és nem is jó, ha belemegy, mert kétségbe esik, vagy azt gondolja. Szóval egy érzelmi kötelékek mások, és ezért igazán mélyebb problémák megoldására nem a szülő alkalmas. De a támogatás, hát hagyd most eszembe jutott, hagyd mondjam már el, hogy egy Orosz Róbert nevű pszichológus Magyarországon például a foci tehetségeket vizsgálva a doktoriában arra jutott, képzeljük el, hogy mondjuk két egyforma tehetség. Ha az egyik gyereknek az apja foci rajongó, és minden meccsre elmegy, és ott van a gyerekkel, és támogatja, akkor abból óriási tehetség bontakozhat ki. Míg hiába van csodálatos lába és hozzáfeje is természetesen a gyereknek, hogyha nincs ez a szülői támogatás, különösképp az apa. Az apa nem támogatja így, tényleg. Akkor sokkal lassabb a kibontakozás, esetleg nem is igazán sikerül. Jézusom, akkor kell most le kell járnom az uszodába? Ott kell állnom majd, és úgy csinálnom, mintha én is olyan jól úsznék? Vagy hogy lesz ez akkor most, akkor erről majd beszélgetünk, Evelin. Hú, jaj, az nehéz ügy. Na most várjatok, nehéz dolog, tudom, és testvéri féltékenység, közös öröm, közös bánat, külön öröm, külön bánat. Nem egyszerre halad mindenkinek a pályája. Vannak jobb évek, vannak nehezebb versenyek. Óhatatlanul, nem is feltétlenül a sors így hozza. Na, ezeket hogy kell elviselni? Volt az életetekben olyan pont, amikor az egyikötöknek ment, a másiknak még nem ment, vagy már nem ment, vagy éppen nem ment. Voltak-e ilyen események, és akkor olyankor mi történt? Hát persze, ez folyamatosan változik, pláne egy ilyen szakmában, ami ugye zene, és még ráadásul szubjektív szakma, tehát abszolút, nem az van, hogy most áttöröd a célt, és megnyerted a versenyt, igen, hanem ez egy változó dolog, ez így van, de mi egymásnak mindig örülünk, tehát amikor éppen a Viktor megnyerte azt a versenyt, ugye az énekversenyt, akkor én ott a standban zokogtam és örültem, hogy na végre, most már énekel az öcsém. Megmondtam, és nem vagyok egyedül. És volt, amikor nekem szurkolt. Uh-huh. Tehát ez szerintem egy normális dolog, nem? Igen, igen. De hangsúlyozom ezt, amit te is mondtál, a szubjektív dolog. Szóval én mindig azzal nyugtatom magam, nem csak azért, hogy tudom, hogy a Linda az... Szóval nekem van egy ilyen érzés, hogy ő ennyivel jobb énekes, mint én. De én ezzel nem problémázok. Ez bebeszéli magának. Na, mindegy, na. Annyi a lényeg, hogy én mindig az a... Én nem tartom, szóval nem tartjuk a kapcsolatunkat így konkurenciának. Mert nem. Én mindig azzal nyugtattam, hogy ő nő, én férfi vagyok. Ez így van. Teljesen más célközönségünk van. Szerencsésebb, mintha egy neműek lennétek, igen, nálatok is. Sokkal szerencsésebb, mint hogyha... Igen. Hát abszolút. Meg egymást tudjuk építeni. Na de bocsánat, de és a tesóddal? Hogy a tesóma azért más a helyzet, mert ő benne nagyon gyorsan kialakult az, hogy ő nem szeretne annyira komolyan foglalkozni a zenével, mint én. Igen. Ezért ő teljesen úriemberként átadta az utat. Meg lehet, hogy a testvére is tehetséges, csak nagyon. Úgy gondolta, nagyon, csak úgy gondolta, hogy ugye az ikreknél nagyon nehéz helyzet, hogy nagyon egyformák, és ezért az, hogy különbözöm tőled, azért meg kell vívni. És a megvívás lelki értelemben történik, hogy más szerepet vállalok az életben, más fele tartok. Te voltál az első, aki megszületett? Nem. 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 Akkor minden teória megdőlt, bocsánat. Számít egyébként? Számít? De az ez első születségért óriási harcok dúlnak. Na, egyébként tessék. Ez is egy olyan érdekes dolog, hogy én amennyire jónak tűnik, meg látszik ez az egész szakma, azért annyira unstabil, meg feszültséget teli van. Szóval én mindig azt mondom a testvéremnek, hogy én irigyellek. Ő választott mondom, jól. Mondom, te választottál jól, hadd csináljam, amit te csinálsz. Szóval ez egy ilyen furcsa helyzet. Nem, ez isteni egyébként, hogy ezt így meg le tudtátok megcselni, ez fantasztikus. Na, nálatok ez hogy van? Sikerek? Hogy voltak ezek a versenyeknél, Nálunk teljes mértékben mérhető ez egész. Hát a legelején nekem ment jobban, aztán a Dávidnak. Például ezek a korosztályos versenyek volt egy jó ifi ebén, soha nem nyertem. Én csak váltóval nyertem, a Dávid meg mindegyiket. De igazából szerintem sose volt ebből gond, de tisztán emlékszem, hogy a 2005-ös ifi Európa bajnokságon Dávid nyert 2-t, én utolsó nap második lettem háton, és akkor hát meginterjú volták, hogy nem értik, hogy miért nem örül, és akkor mondta, hogy hát azért, mert az Evelinnek nem sikerült az, amit szeretett volna, és teljesen el volt szomorodva. Úgyhogy egyáltalán nem vagyunk irigyek egymásra.
Fantasztikus. Ti egymással egyeztettek? Nem tudom, hogy mit lehet az úszásban, bocsánat, tehát én ehhez tényleg nem értek, de nyilván ott annak is van egy bonyolult versenyre való felkészülés, azért az egy helyzet, tehát hogy ti egymással jobban meg tudjátok ezt beszélni, mint a szüleitekkel, hogy éppen mi történik veletek, vagy verseny, nem tudom, taktikát, pszichés gondjaitokat, nem tudom, hogy mi lehet ezzel kapcsolatban, de... Erről megy a vita, mert a szülők is úsztak, csak az 30 évvel ezelőtt volt. Ősök. Igen. Igen. És azóta nagyon sokat változott ez a dolog, aha, amiben mi minden nap benne vagyunk, mi éljük át ezeket a új dolgokat, vagy hogy mondjam, és ezt ők már nem értik, és ebből sok a konfliktus. Ők azt hiszik, hogy tudják, de nem tudják. Hát nézni valamit, meg csinálni még mindig, de ők is csinálták, nem lehet azt mondani, hát világos, csak akkor azt mondod, más volt. Más, mert sokkal... Lelkileg volt más? Nem, mindenhogy más. Fizikailag. Fizikailag is. Más, lelkileg sokkal gyorsabb, sokkal nehezebb, sokkal többet kell produkálni már. És ezt ők szeretnének segíteni, de amit én elmondok, azt nem tudják úgy magukévá tenni, mint ahogy ez kéne szerintem. Tehát ezek szerint más a tehetség 30 éve, mint most. Ez milyen érdekes, nem? Ugyanaz ugyanazok az eredmények, és adott esetben mégis másról beszélünk. Zenében is így van. És zenében is így van egyébként. Ti egymással miről tudtok egyeztetni? Mit tudtok egymásnak segíteni abban, amit csináltok? Ugye, ahogy azt mondják a Lindaék, hogy ők egy teamben dolgoznak. Ti tudtok-e teamben dolgozni? Mert egyéni hát a sport. Van, persze van team, hát eleve a csoport, vagy csapat, amiben dolgozunk, ott azért nem mostanában, de mondjuk 3 évvel ezelőtt nekünk nagyon jó csapatunk volt, és ott nagyon ment ez a segítség egymás között, ami egy idő után felborult, és akkor ez így a visszájára fordult, de én azt mondom, emlékszem olyan évre, amikor mindenki tudott mindenkinek segíteni, és annak komoly eredményei lettek. És ti otthon piszkáljátok egymást, hogy gyakoroljatok? Már úgy értem, hogy menjen mindenki úszni, vagy nem szól bele hát senki a másiknak. Istennek nem kell együtt élnünk, úgyhogy... Már hála Istennek nem kell együtt élnünk, azt mondtad? Hát ugye amikor annó, most nem tudom hány éve nem, de aha, most ki hogy kell fel, most én mosok fogat előbb, te mosol. Igen, én például minden reggel én ébresztettem, mert anya már dolgozott, és én elég gyorsan felkelek, és már reggel pörgök. Dávid pedig, jó, mindjárt kelek, és 5 percre megint be kellett, hogy kopogjak. És együtt kellett mennetek úszni? Igen, hát akkor igen. Együtt mentünk. Hát akkor az a te felelősséged volt kvázi, hogy elmegye úszni. Hát nem, nem, de... Hát utána én vezettem, akkor meg elaludt a kocsiba, úgy... Hát azért ti tisztességesen össze vagytok. Hát akkor ez nagyon szoros volt, akkor tényleg napi 24 órát most akaratlanul is együtt voltunk, mert utána együtt mentünk suliba, mentünk haza, utána megint edzésre, akkor este megint, úgyhogy... Ti is voltatok ennyi időt együtt? Nem, hát azért nem, hát a Linda... Mi most pedig egyfolyában, igen. Nem, egyébként mindenki külön lakik, mindenki persze teljesen külön lakik, de viszont... Most már. Igen, de viszont mivel annyira összefolynak a dolgaink, ezért mindig... Szinte minden nap együtt vagyunk. Mennyire szóltok bele egyébként nem a szakmai, hanem az egyéb ügyekbe a másik életébe? Én így... Te beleszólsz? Igen, nekem már voltak ilyen hibáim, yeah, hogy egy picit beleszóltam. De most már megtanultuk, hogy... Hogy abban nem kellett volna. Hogy elnézem az arcodat. A szakmai dolgok. Hát abban nem biztos, hogy bele kellett volna szólni. Nem, de hát... Tehát az nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon szeretjük egymást, és mindenki akar mindenkire vigyázni, és néha én, mint egy évvel idősebb nővérük, szeretném szeretném azért védeni őket, tehát én nagyon sok mindent már átéltem, ebben a szakmában is, külön is, kapcsolatban is, úgyhogy szeretném megóvni őket, de hát ez nem az én dolgom. Azért tudjátok, a nővér helyzet egy kis anyuka helyzet. Igen. Egy picikét benne van az a gondoskodás, hogy az öcsről, vagy a kisebb testvérről valahogy gondoskodunk. Igen. És ez onnan is jön, hogy van egy anyai elvárás is. De azért csak, mondja, ébreszt föl a testvéred. Hát biztos igen, volt, igen. Igen. Én vagyok és a kisebb. Pedig te vagy a kisebb, de te vagy a lány. Hát igen, ez nyilván benne van. Figyeljetek, van egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit gondoltok, még messze van ez, de elő fog fordulni, hogy vajon ti keresitek-e majd a saját gyereketekbe ugyanezt a tehetséget?
ami bennetekben van. Mindenképp. Mert ez egy nagyon nehéz dolog. Titkon mindenki keresi. Biztos, szerintem. Hogy keresni fogunk. Nem? Szerintem igen. Én lennék a legboldogabb, hogyha egy kis Justin Timberlake jönne ki. És azonnal töltenéd fel a YouTube-ra, nem? Már az első hangokat tudod, nem lehet tudni, hogy mi lesz. Én lennék a menedzser. És te lennél a menedzsere. Én egy Mária Kellest vagy valakit, úgyhogy persze. Tehát ti már tudjátok, hogy mit fogtok nevelni. Na, ti mit fogtok csinálni, amikor a nagypapa majd még bottal úgy belekiabál, hogy vidd már le az uszodába! Nem biztos, hogy megteszi. Inkább focizzon. Inkább focizzon? Bármit, ne őríts! Ugyanez volt nálunk a szülők, tehát a szülők szintén zenészek voltak, és azt mondták, hogy bármit csináljatok, csak ne zenéljetek, nem? Hát az hát így igen, szokott igen, lenni. Igen. Na, de a ti szüleitek de azért tudják, hogy hol van a pályának a vége, a tiétek talán egy kicsit hosszabb lehet. A tiétek nem biztos. Ott mi van? Ott mit mondanak? Hogy ezt meddig lehet csinálni? Hát, hogy mit, mire készítenek föl titeket? Hát ők már civilek. Hát az úszás. Igen, nagyjából. Nincs. Nem, nem az szoktunk. A baj, hogy már kitolódott ez a dolog, meddig lehet ezt csinálni. Tehát ők a fő csapás van, hát még mindig az úszásban hát, látják nálatok. Gyerekkorunk óta igazából ez nálunk nagyon fő téma. Aha. Ami sajnos sok tekintetben rossz, mert ugye nehezebben tudunk kikapcsolódni. Így van. Úgyhogy... Ez egyébként az, hogy az emőke így van. Így van, sajnos. Tehát az is fárasztó lehet egyébként, most edzés után még két órát az úszásra beszélgetni, az nem egy bújt. Meg a vasárnapi ebéd. Igen. Ugyan ez van nálunk. Igen. Csak a zenéről csak van a zenéről van szó. Egyfolytában. Igen. Hát igen, ez a kör bezárul, tehát ami az előnye, itt is a hátránya. Igen. Nyilván igen. Nem tudsz kiesni, de ettől tudsz profivá válni. Hogy minden onnan az ömlik rád, amivel foglalkoznod kell. Mit mondom? A kutatásból mi derült ki, hogy örökölhető a tehetség? Vagy pedig, mert ugye a művész vagy a sportvilágban ez könnyebb talán azonosítani, de egy civil ember mit tud, onnan tudná, hogy mit örökít át? Hát nem tudjuk, hogy mit örökítünk át, de valóban örökletes. És hogy látjuk azt, hogy amikor kibújik már a kis csigaszarvacskája a tehetségnek, valahogy megnyilatkozik, megmutatkozik, akkor ha azt valóban tápláljuk, akkor az föl tud erősödni. És van egy, ez az én személyes koncepcióm is, hogy mindnyájan tehetségesnek születünk valamiben. És vajon ad-e a környezet arra lehetőséget, hogy megmutassuk, hogy mi miben vagyunk tehetségesek. És ha akkor megkapjuk azt a fényt, azt a kis erőt, azt a támogatást, akkor lehet, hogy sokkal több valóra váltott tehetség lenne, mint így. Ebbe igyekeztünk mi most segíteni önöknek, és részben biztatni a pedagógusokat, hogy ebben tudunk mi erősek lenni, tessék odafigyelni ezekre a gyerekekre, aztán majd eldől, hogy mi lesz a magocskából, ugye? Önök a Ridikült látták, minden hétköznap várom önöket, viszontlátásra.